Bár a kormány nagy csinnadrattával most kezdeményezte a Questorhoz tartozó Győri Etópark szocialista időkben kezdett fejlesztésének és az ahhoz kapcsolódó állami hitelnek a vizsgálatát. Kiderült, hogy ezt már 2011-ben vizsgálni kezdték, de az ügy tele van furcsaságokkal. Tarsoly Csabát például soha nem hallgatták ki akkor, a 2011-es vizsgálat során, sőt az Orbán kormány további 100 milliókat adott Tarsolynak a projektre, csak hogy már nem is hitelbe, hanem támogatásként. A DK-val, ahonnan hozzájutott a vizsgálat leállításáról szóló dokumentumhoz. A KEHI viszont azt állítja, hogy nem is állították le a vizsgálatot. A rendőrség pedig azt, hogy nem is volt feljelentés. Hát szép kis kavarodás, Gréci Zsolt a vendégünk, úgyhogy őt kérem, hogy tisztázza, hogy miről van szó, mi ez a papír, hogy viszonyul mindahhoz a vizsgálathoz, amit el se indítottak, vagy fel se jelentettek, vagy mindenki mindent tagad? Jó reggelt kívánok, köszöntöm a nézőket. Arról van szó, hogy 2011-ben Fellegi Tamás akkori fejlesztési miniszter javaslatára Navracsics Tibor igazságügyi miniszter elindítatta a KEHI-nél a vizsgálatot a Questor ügyében. És a KEHI az Index kérdésére azt mondta még két nappal ezelőtt, hogy feljelentések születtek. Igen. És utána pedig az történt, hogy a rendőrség elvileg elindított egy vizsgálatot, majd lezárta azzal, hogy nem talált semmit. Ezek után a KEHI nem volt elégedett a rendőrségi vizsgálattal, és azt mondta, hogy akkor az ügyészség is kezdje el vizsgálni. Az ügyészség pedig nem vizsgálta a Questor ügyet, és a DK által bemutatott dokumentum szerint 2012-ben le is állította a KEHI ezt a vizsgálatot. De közben 6 büntetőeljárásról is hallani lehetett, amelyek közül 2 leállítottak, 4 pedig nem. Ez a leállítás milyen viszonyban van az önök által talált dokumentumokhoz? Ez teljesen más? Ez kifejezetten a KEHI vizsgálatra vonatkozik. Az, hogy milyen egyéb feljelentések voltak, azt mi nem tudjuk. Azt látjuk, hogy 2012-ben valaki leállította ezt a folyamatot, hogy valaki vizsgálja a Questor ügyeit. Nagyjából ez akkor lehetett egy időben, amikor átadták az Etóparkot, Szijjártó Péter és Tarsoly Csaba. Időrendben körülbelül akkor kellett ennek lennie. És hát számos kérdés adódik ebből, hogy ki állította ezt le, miért, kinek kellett falazni, és hát arról nem is beszélve, hogy azóta, ami történt, az azt bizonyítja, hogyha 2011-12-ben már láttak szabálytalanságokat, hiszen nyilván azért indítottak el egy vizsgálatot, mert láttak ilyen szabálytalanságokat, akkor talán meg lehetett volna menteni a kisbefektetők pénzét is, meg azt hogyha, a pénzt. Hogyha az Etópark fejlesztésével kapcsolatos vizsgálat során eljutnak a Questor kötvényeiig, meg a pénzügyi cégek. Hát miután például a Népszabadságban tegnap azt olvastam, hogy nem is mindig a stadionra költötték azt a pénzt, amit eredetileg a stadionra kaptak, hanem például a járulékok, jutalékok és egyebeknek a kifizetésére. Azért a Népszabadság, hogy már a piramisjáték szerűen működő pénzügyi konstrukcióból hiányzott a pénz, ezért az Etópark fejlesztésére kapott forrásoknak egy részét már akkor oda terelték. Tehát józan észre valóban, ha ezt tényleg vizsgálták, és bármelyik részét a történetnek, akkor ki kellett volna, hogy bukjon valami. De önök azt is mondják, mert valóban a kérdések nagyon izgalmasak, de önök a közleményükben azt mondták, hogy valaki felső utasításra állította le ezt a vizsgálatot, és a legfelsőbb szinten kell keresni ezt a valakit. Na, ezekre a következtetésekre hogyan jutottak? Mert ez már nem a kérdés, ez már egy válasz. Hát a KEHI közvetlenül a miniszterelnökhöz, vagy a miniszterelnökséghez tartozik, mint szervezeti alegység. Tehát nyilván az ottani vizsgálatra azt gondoljuk, hogy politikai utasítás történhetett. Azt gondolják, hogy a miniszterelnök adta ezt az utasítást? Hát akár gondolhatom ezt is, hiszen a KEHI közvetlenül a miniszterelnökséghez tartozik. Úgy fogalmazott a közleményében ön, hogy a kormány legtetején kell keresni azt, aki leállította a vizsgálatot. A kormány legtetején a miniszterelnök van. Hát ezért élünk a gyanúperrel, hogy egy ilyen vizsgálatot, látva az, hogy Tarsoly Csaba milyen szoros kapcsolatokat ápolt a kormánnyal, illetve a miniszterelnökkel, emlékszünk a fényképekre a felcsúti díszpáholyban Orbán Viktorral közösen, emlékszünk a fotókra, ahol Szijjártó Péterrel fotózkodik, hol egy moszkvai vízumkiadó központban, hol az Etóparkban. De most amikor eljutok idáig bármilyen fideszes politikussal, mondjuk tegnap például a Tuzson Bence Fidesz frakció szóvivővel, akkor ilyenkor mindig gyorsan közbeszúrják, hogy de a szocialistáknak is nagyon jó kapcsolataik voltak Tarsoly Csabával. Hát egyet mondjanak. Hogy kinek voltak jó kapcsolatai. Ők a 17 milliárdot szokták ilyenkor felhozni. Hát a Magyar Fejlesztési Bank adott egy bizonyos projektre hitelt, tehát nem ajándékot, mint az Orbán kormány után a visszanemtérítető támogatást, például 250 millió forintot a
Questornak, hanem egy stadion építkezésre, meg a hozzá kapcsolódó pláza és egyéb beruházásokra, amire egyébként olvasom tegnap az Indexben 140%-os garancia volt. Tehát ott volt mögötte a fedezet, tehát ez nem egy kidobott pénz volt, hanem ez egy hitelkonstrukció, amit egyébként a beruházó fizetett is. Tehát szeretném jelezni, és mutassanak nekem egyetlen egy embert, akinek az előző kormányból... Hogy fizetette vagy nem, ezt nem tudom, mert ugyanebben a cikkben, amiből idéz, az is megjelent, hogy abban az időben, amikor vizsgálták a Questorban, elkezdte nem rendesen visszafizetni a hitelt, és pont ez volt az, amiből az újságírók lemondták azt a következtetést, hogy össze kellett, hogy akkor érjenek ezek a szálak, a pénzügyi piramis játék és a hitelkonstrukció, illetve annak a hitelnek a visszafizetése ügyében. Hát ez 2011-12-ről beszélünk, igen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy nem fizették már akkor ezt a hitelt egy idő után, de valóban ez már a Gyurcsány kormány és a Bajnai kormány ideje után volt ez a bizonyos, igen, vizsgálat. Azt meg eddig nem tudjuk, hogy mikortól kezdődött a hitel visszafizetésben a probléma, majd lehet, hogy ez is kiderül. Most viszont azt mondja az ORFK, hogy a Győri Etópark ügyében nem érkezett feljelentés a rendőrségre 2011-ben, sem a KEHI-től, sem a Fejlesztési Banktól, és azt mondja a KEHI is, hogy a Demokratikus Koalíció által állítottakkal ellentétben a hivatal 2012 márciusában nem függesztett felvizsgálatot, és nem zárt le ellenőrzést, mert hogy ugye ön állította ezt, és lobogtatta ezt a bizonyos dokumentumot, a KEHI szerint ez nem igaz, az azóta eltelt időszakban folyamatosan tájékozottak arról, hogy az adós cég a hitelt törleszti-e. A rendelkezésre álló információk szerint az elmúlt években törlesztette 15 februárban, aztán mégsem, és akkor tettek egy feljelentést. Értem. Hát akkor ezt majd beszélik egymás között, mert a dokumentum az egy hiteles dokumentum, az, hogy a KEHI mit állít, az egy dolog. Mi pedig azt állítjuk, hogy nem mondanak igazat. Egyébként pedig az, hogy a nyomozások leálltak, az pedig mondjuk a tegnapi Népszabadságból is kiderült, hiszen ők maguk meg is kérdezték, és azt mondták, hogy volt ilyen nyomozás, volt ilyen vizsgálat, ami aztán utána egyszer csak félbe maradt. Hát tekintettel arra, hogy Tarsoly Csaba igen jó kapcsolatokat ápolt a kormánnyal, az ember ilyenkor érti, hogy miért nem indultak el valójában ezek a nyomozások, pedig ha akkor elindultak volna 2011-12 környékén, és nem állítják le ezeket, akkor egészen máshogy nézett volna ki. Erre is született Fidesz reakció tegnap, azt mondják, szó szerint idézem, hogy a most feltárt brókercsalások egyedül Gyurcsány Ferenc és a szocialisták idején működhettek zavartalanul, és önök annak idején a kisujjukat sem mozdították, és azt is el szokták mondani ebben az összefüggésben, hogy hát nem véletlen, hogy most buknak ki ezek az ügyek, ami korábban a szocialista kormányok idején olyan zavartalanul működtek, hiszen ők átalakították a felügyeleti rendszert, és módszeresen feldolgozzák az ügyeket, a rossz gyakorlatokat. És leszakadt az épület mennyezete a nagy hazudozás közben? Hát elég sok helyen elhangoztak már ezek a mondatok, romba dőlt a fél ország. Hát előbb-utóbb romba fog, ez így fog folytatódni. Hát tegnap azt is hazudták, hogy a szocialista kormányok idején történt szabálytalanságok és hiányosságok miatt veszít el az ország 700 milliárd forintot, és kiderült, hogy ez nem így van, hát ebben is hazudtak. Miből derült ki? Ugye az állítás az az, hogy most, amikor az Unió azt mondja, hogy a 2007-től 2014-ig... Ezt nem mondja az Euró, ezt nem mondja az Unió. Mit mond az Unió pontosan? Az Unió azt mondja, hogy 2012 és 2013-as projektekben tapasztalt visszaélések miatt megvonja Magyarországtól a 700 milliárd forintot. Akkor úgy mondom, hogy a hivatalos bejelentés a fejlesztés politikáért felelős államtitkártól az pontos, volt, tehát ő, igen, hivatkozott az Unióra, igen, hogy a 2007 és 2014 között tartó uniós fejlesztési ciklus, ugye, igen, ez a ciklus hivatalos időtartama, ra vonatkozó pályázati összegeket függeszti fel az Unió, ez a 700 milliárd, mert hogy összeférhetetlenségeket találtak, illetve olyan anomáliákat, hogy nem mindig azok nyerték a közbeszerzéseket, uh-huh, akik a legjobb ajánlatot ez tették. Van. 2012 és 2013-as projektekről van szó kizárólag. Ezt honnan tudjuk? A Demokratikus Koalíció ma be fogja mutatni ezt a határozatát az Európai Uniónak, ami 2012 és 2013-as beruházásokra vonatkozik csak és kizárólag. Egy darab sincs 2015-ig. Hogy önöknek van egy ilyen határozatuk az Európai Uniótól, és az Európai Unió illetékesei ezt nem mutatják be maguktól? Hát azt én nem tudom, mit fognak bemutatni. Az biztos, hogy 2012 és 2013-as az Orbán kormány idején tapasztalt visszaélések miatt veszi el az országtól ezt a 700 milliárdot, vagy legalábbis függeszti fel az Európai Unió. A dokumentum rendelkezésre áll, 2010 előtt egyetlen egy tétel sem szerepel benne.
Tud arról, hogy az Európai Bizottság illetékesei megerősítenék ezt, amit most önök majd egy papírral alátámasztanak? Hát, hogy az Unió hajlandó kommentálni egyáltalán ezt az egészet? Ezt nem mikor tudom. Ügyről van szó? Ezt nem tudom, de a dokument... Mert ezt láttuk itt a Questor ügyben is, hogy önök is lobogtatnak egy papírt erre a kormány oldalon, meg azt mondják, hogy ez hát nem pont így van. Jó, de hát a kormány oldal folyamatosan hazudik. Hát Kehi ügyben is folyamatosan hazudik, Tarsoly ügyben folyamatosan hazudik. A legjobb barátjuk volt Tarsoly Csaba addig a pillanatig, amíg ki nem kellett mondani a valamelyik ilyen kínosan feszegő kormánypolitikusnak, hogy ezek gazemberek, szó szerint idéztem. Addig, hát, addig egy vízpáholyban ültek. Hogy ezek a brókerek, ezek állandóan nyalakodnak, sündörögnek ott a politikusok körül. Szijjártó Péter elmondta, hogy nincsen abban semmi különös, hogy miközben ő győri politikus, onnan származik, onnan indult, és ott sporttal foglalkozik, akkor ismer olyan nagyvállalkozót, aki a győri sportba sokat és ezért beteszi a külügyminisztérium 4 milliárd forintját ebbe a pilóta játékba. Erre meg azt szokták mondani, hogy a szocialista kormány idején is tettek be pénzeket a Questorban, mégpedig összességében többet. Hát még nem láttunk erre egyrészt bizonyítékot. Önök tudják ezt cáfolni? Hát mit cáfoljak, amikor nincsen bizonyíték? Az állítást például, hogy a Földművelésügyi Minisztérium például több pénzt tartott a Questorban annak idején, mint most. Én nem tudok ilyen ügyről természetesen, de azt tudom, hogy 410 millió forint elveszett Fazekas Sándor Orbán kormány Földművelésügyi Minisztersége idején, ezt maga Lázár János jelentette be, és 410 millió forintért azt gondolom már az ügyészségnek nyomoznék, kellene Fazekas Sándor ellen. Igen, csak azt is ottan hozzátették, hogy ez a pénz is azért veszett el, mert ők csak folytatták azt a korábbi gyakorlatot, hogy még a korábbi Gráf József alatt működő szocialista Földművelési most, Minisztérium a Questorba tette. Most egy kabaré műsorban ülünk, vagy egy komoly reggeli. Én csak kötelességemnek érzem, hogy a kormány válaszait a felmerülő kérdésekre ismertessem, ha már nem ülnek itt a képviselők. Örülök, hogy ismertetjük, de hát mindannyian tudjuk, hogy hát ez enyhén szóval vicces. Tehát 5 éve kormányoznak, ha valami nem stimmelt azelőtt, akkor már a jogi lépéseket megtehették volna, a büntető jogi lépéseket megtehették volna, a törvényeket módosíthattak volna kétharmaddal, bármivel betonba önthették volna. Én is fel szoktam tenni ezt a kérdést, erre általában az a válasz, sőt azt mondom, konkrétan ez volt egyszer, Girószász Andrástól talán, hogy csak 24 órából áll a nap, úgyhogy ők elkezdték mindezt megtenni, hát most jutottak. 24 órából áll a nap, így aztán szállodákat veszünk szabadidőnkben, szegény Girószász András, hát egyszerűen krokodilkönnyeket hullatok. Jó, hát ez mondjuk egy teljesen független ügy, amiben most szerintem nem menjünk bele. Nem menjünk bele, csak hát a 24 órában úgy látom, nagyon sok minden belefér azon kívül, hogy a kormány ügyeit intézik. Tetszettek volna rendbe tenni az ország dolgait, ha valami nem volt rendben. De hát úgy látom, az ország előbb-utóbb látni fogja, hogy itt hát ezeknek a fiúknak nem lehet maradása, mert hát tönkretették hát ezt az országot. Ha most a közvéleménykutatási adatokra, vagy mondjuk netán az időközi választások eredményeire gondol, akkor nem biztos, hogy ennek annyira fog örülni, mert egyelőre az látszik, hogy az ország amennyiben elveszti a bizalmát a Fideszben, azt a bizalmat inkább a Jobbikba helyezi, és nem önökbe. Hát ezt nem látom ezt ennek bizonyítékát. 3 időközi választás volt, egy nagyon balos körzetben simán nyert a baloldal, egy polgári, inkább jobbrahajló körzetben ez volt Veszprém, ott egy független jelölt mögé felsorakozott a demokratikus ellenzék, és nyerni tudott, és egy erősen jobboldali körzetben a Fidesztől megvonva a támogatást a Jobbik győzött. 3-ból 2-t a demokratikus oldal nyert meg, ebből ráadásul az egyik az egy jobboldali körzet volt, Veszprém, tehát ott fideszes hegemóniát sikerült megbontani. Tehát azt gondolom, hogy természetesen egy figyelmeztető jel a Jobbik győzelme Tapolcán, de azért szeretném jelezni, hogy a 3 időközi választást mindet elveszítette a Fidesz, és abból 2-t a demokratikus ellenzéki oldal. Amikor viszont országos adatokat elemeznek, akkor most már unalomig ismételgetik a közvéleménykutatók és az elemzők, hogy ami bizalomvesztést a Fidesz elszenved, ebből úgy tűnik, hogy leginkább a szélső jobb oldal tud profitálni, ezek a szavazatok nem a bal oldalhoz találnak vissza, vagy mennek oda. Ez valóban egy figyelmeztetés, és azt kell, hogy mondjam, hogy a magyar baloldal számára, így a demokratikus koalíció számára is, ez azt jelenti, hogy olyan programot kell összeállítani, olyan válaszokat kell adni a legfontosabb társadalmi kérdésekre, amelyek visszahozzák ezeket a szavazókat a baloldalra. Ugyanis a Jobbik szavazóinak nagy része nem gondolom, hogy rasszista vagy náci szellemiségű lenne, egyszerűen olyan emberek, akik keresik a mankót, a reményt, a bizalmat,
és azt gondolom, hogy ezek az emberek jó részt 2002-ben és 2006-ban még a Magyar Szocialista Pártra szavaztak, és ezeket a szavazókat újra meg kell találnunk. Ez egy fontos kihívás lesz valóban. Más téma és konkrét ügy, de azért fontos az atomenergia törvény módosítása, aminek ügyében Molnár Csaba, a DK Európa Parlamenti képviselője az Európai Bizottsághoz fordult, mert hogy ez a törvény módosítás azt tenné lehetővé, önök szerint nagyon helytelenül, hogy akár lakóházaktól 100 méterre rádióaktív hulladéktárolókat lehet rétesíteni. De most ilyenre valahol szükség lenne abban az esetben, például ha bővítjük Paksot? Egyrészt ne bővítsük Paksot, másrészt pedig, hát gondolom ez nem egy végig gondolt javaslat, hogy lakóházaktól 100 méterre rádióaktív hulladékot lehessen letenni, illetve az sem, hogy atomerőművet lehessen építeni 500 méterre lakóházaktól. Hát szerintem itt megint kapkod a kormány, vagy éppen valakinek valamilyen ilyen hulladéklerakó mutyia készülődik, és akkor gyorsan egy ilyen törvényt kell módosítani. És hogyha mondjuk ezt a javaslatot módosítják 100 méterről sok kilométerre, akkor önök átengednék már, mint hogy akkor támogatni tudnak? Hát nyilván meg kell nézni, hogy mi az a törvény, és meg kell nézni, hogy az Európai Uniós tagállamokban mi erre a jogi szabályozás, és akkor ahhoz kell harmonizálni. Vannak erre nyilván nemzetközi tapasztalatok, és ezt szerint kell cselekedni. De hát ha az Orbán kormány azt gondolja, hogy az atomenergia lenne az ország jövője, akkor szeretném jelezni, hogy szélenergia, napenergia ez a jövő, és nem az, amit ők elképzelnek, valamilyen rejtélyes orosz mutyi kapcsán. A DK-nak majd inkább erre lesznek javaslatai. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.